95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Azért, hogyha az ember 3-4 hónapra kiesik a kis művész létéből, művész létjéből, akkor utána viszonylag nehéz visszacsöppenni a színházi világba. Igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Ugye, hogyha azt veszük, hogy egy nyári szünet, az mondjuk, hogyha az embernek nincsenek szabadtéri előadásai, akkor az mondjuk júniusban vége a szezonnak, akkor június, július, augusztus, szeptemberre kezdünk, az mondjuk egy 3 hónap, de most sajnos már március elején, március 7-én volt az utolsó előadásunk a Vidám színpadon, és most a legközelebbi előadás az július 22, ez több mint 5 hónap. Csak az van, hogyha nyári szünet van, persze bármelyik színházban, nem feltétlenül a Vidám színpadon, hogy szokott lenni, akkor arra úgy készül az ember, végigjátszott a 7 hónapot, a 8 hónapot, a 9 hónapot, napról napra, estéről estére ott volt, és akkor jól esik egy kicsit pihenni. Amikor történik egy ilyen nem várt helyzet, és mondjuk úgy, hogy kényszer szabadság van, akkor gondolom az ember vágyja azt, hogy ott legyen a színpadon, szeretne ott lenni, de mégis az van, hogy akkor hát vagy elolvas egy-két drámát, egy-két könyvet, vagy mondogat otthon magának valamit, hogy mégis azért karban tartsa az agyát. Én nekem úgy tűnik, hogy a fizikummal tartottam karban. Megmondom neked őszintén, hogy engem nagyon-nagyon nem zavart engem ez a kényszer szünet, mert rájöttem, hogy rengeteg olyan dolgot tudtam elintézni, amit már évek óta halogattam. Nem csak logisztikai dolgok, de a raktártól a sok mindennek a rendberakása, pakolása, a színházon belül is lebontottuk a hatalmas mozivásznat, ami mögöttünk volt, kilakítottunk raktár, díszlettárló, tehát azt mondom, hogy nekünk nagyon kellett ez a szünet, valószínűleg nem ilyen áron kellett volna. Természetesen most már azért hiányzik, de most meg már bennünk van a félsz, hogy akkor most már el kéne kezdeni tanulni a szöveget, átlapozni a példányokat, főleg úgy, hogy a legtöbb darabban mutatom 3-4 olyan Rékoni darabban, ahol még főszerepet játszok, azért a 130 oldal, tehát amit azért keményen be kell gyűrni. Olyankor, hogyha az ember 4 hónapon keresztül, vagy 5 hónapon keresztül nem már színpadra, vagy vegyünk egy szimpla nyári szünetet, amikor egy ilyen 2 hónapos leállás van, és augusztus végén, meg szeptember elején, közepén már újra ott áll az ember a színpadon, mint színész, akkor az első előadás előtt van egy kicsivel nagyobb izgalom, mint ami egyébként szokott lenni estéről estére, mert gondolom, hogy akkor is van izgalom, de amikor egy ilyen hosszabb szünet van, akkor azért az ember 2-3-szor meggondolja, hogy az első mondatot a színpadon milyen hangsúllyal fogja mondani. Van, természetesen. Szerintem az nem is lenne jó, hogyha nem lenne valami druk az emberben, azért sok mindenre képes ez ilyen druk, sok mindenen átsegíti az embert, ugyanakkor, amikor egy picit úgy zizeg és úgy bizonytalannak érez dolgokat, főleg abban az esetben, mint például az Apa csak egy van, ez a darab, amit majd 22-én a Városmajorban fogunk játszani, igazából még csak 5-ször játszottuk, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez már bejáratódott, és akkor már zsigerekben ott van, tudod, és már úgy lehet játszani, hogy már még gondol, akkor az ember kivágja magát nagyon rendesen, főleg a Sobdezső barátom, akik már nyilatkozott arra, hogy a gyomornedvekből megértjük egymást. Tehát ebben a darabban nem gondolnám, hogy még így van, főleg a színet miatt, de hál' Istennek is, és ránéztem a Városmajornak a nézőtejére, ami nem kicsi, mert azt hiszem, ilyen kb. 800 személyes, és már több, mint félház már el van adva. Úgyhogy emiatt főleg lesz ruk, hogy akkor az ember nem beszélhet össze-vissza a színpadon. Nálatok egyébként ott a Vidám színpadon hányan férnek be? 445-en. Hát akkor ez majdnem a duplája. Ilyenkor, hogyha az ember úgy megy fel a színpadra, hogy szabadtér, nyári színház, és azért kicsit gondolom, hogy ez könnyedebb, lazább műfaj, mint amikor az ember egy ilyen kőszínházban játszik, talán fogalmazzunk így. Szóval, hogyha többen ülnek a nézőtéren, akkor nagyobb a druk. Úgy gondolom, hogy igen, meg főleg arra kell figyelni, hogy azért egy nagy szabadtér, ha már a Városmajor be van fedve, teteje van, oldala van, de ott azért az teljesen más technikával kell megszólalni. Tehát ahhoz, hogy azért ott a, nem is tudom hány sor lehet, nálunk van olyan 40, nem tudom, ott kell lenni, 56, nem tudom hány sornak, azért utolsó sorban is hallják. Nyilván van egy akusztikus, valami pici hangosítás, de hát azért ott egy szabadtér azért másképp kell megszólalni. Említetted a Straub Dezső nevét, én azért azt el tudom képzelni, és persze ez lehet, hogy a rossz vonal, és nem szabad ilyenekre gondolni, de szerintem, hogyha egy hasonló kaliberű színész, mint a Dezső felmegy a színpadra, és az első 2 sor végig neveti az első, nem tudom, 20 percet, akkor utána csak azért is lát lesz még 2 lapáttal a 3. percben is, hogy most már a 4.-5. sor is nevessen. Hát figyelj, nekem mondjam, hogy azért a régi Vidám színpadon igen, előfordulok
ilyen kis történetek, de az elég, próbáljuk elég keményen fogni magunkat, tudod, hogy ne vigyen el minket a közönség. Természetesen vannak olyan helyzetek, ami elkerülhetetlen, és a közönség nagyon-nagyon szereti, amikor valami olyasmi, ami történik, aki pontosan tudja, hogy ezt máskor még ezt nem láthatták. Ez most csak az övé, ez a dolog, mert valami olyan helyzet történt. Például, amikor felugrottam a fotelre, és kitörött a lába, és átbukfenceztem a fotelen, és égnek át a két lábam, a Dezső valahogy egész csöndben volt. Nem láttam, mert nekem a fejem lent volt a színpadon, de ő elég sokáig csöndben volt, valószínű röhögött néma csöndben. Hát a karmaz arcát folytak a könnyei. Ilyenkor, hogyha ilyesmi történik, és persze, hogyha egy vígjátékról, bohózatról beszélünk, ami megjelenik a színpadon, akárhol is, akkor azért az könnyen előfordulhat, hogy annyira benne vannak a színészek, vagy annyira nincsenek benne a színészek, vagy annyira játszik a partner, hogy akkor fogja magát és elneveti magát a színpadon. Aztán utána annyira nevet a partner, hogy az, aki elmondta azt, amit elmondott, ő is elkezd nevetni. Nyilván veletek is előfordult ilyen az elmúlt sok-sok évben. Hát van a délután a legjobb előadás, ami szintén egy rékoni, ami tulajdonképpen az alcíme, ez a bizonyos a miniszter megint félrelép című dolog. Na, ott van egy jelenet, amikor a miniszter, bocsánat, én vagyok a belügyminiszter helyettes, és a Dezső pedig Inasom, az ilyen jobb kezem, aki intézi a mindenféle dolgaimat, és akkor ugye mind a ketten valahogy félrelépünk azon a délutánon. Ő az én feleségemmel, én pedig a a belügyminiszter asszonynak a titkárnővel. Na és akkor van egy olyan pillanat, amikor egész véletlenül az egyik szállodai szobában mindketten összetalálkozunk alsógatyában. És onnantól kezdve beindul egy, azt látom, hogy a drága kollégák a takarásba ott nyomulnak, figyelj, akkor kinézel oldalra, és ilyen vigyorgó fejeket látsz, mert várják, mert van egy olyan pillanat, amikor, tudod, állati fontos az a dolog, figyelj, hogy imádunk vígjátékot játszani, de ez csak rohadt komolyan lehet. Ez csak akkor csinálhatsz idézőjelbe bármit a színpadon, ha az olyan komoly és olyan hitelesen van alátámasztva azzal, hogy nem civilbe röhögöd el magad, hát figyelj, visítva röhög a közönség, ugyanis van egy olyan pillanat, amikor a Dezső ugye kiderül, hogy mindenféle hazugság van, és akkor azt mondja, hogy mondom, hogy mert védi az ajtót, hogy nem mehet be. Mondom, mi, hogy? Mondom, ja, na! Mert ő nem nagyon az a híre, hogy nem nagyon van nője. Aha. Hát mondom, egy nő, nem, és nem is veszi észre, hogy akkor nem, mondom, akkor hát egy férfi. Na, innentől kezdve még nagyobb csavar van, micsoda magára, hogy férfivel van dolga az én fürdőszobámban, borzal. Na, és akkor mit csinál ez a férfi? Hát nem tud megszólalni, mindenféléket mond, és utána kiderül, hogy mond egy nevet, hogy Ted, és mondom, ki ez a Ted, az, hogy a pincér, és akkor itt mindig az van, hogy hát azt nem emlékszik rá, miniszter helyettes úr, hogy ő az, aki a büfében árulja, mindig kitalál valamit a Dezső. Na most ez az a dolog, amikor itt nagyon nehezen lehet megszólalni, mert pontosan tudjuk az, hogy itt most jön valami menüsor, tudod. A tejfölös uborkámat árulja a nem tudom mi a fenébe. Na most itt van az, amikor a műszaktól kezdve a nézők is már a takarásban néznek be, hogy vajon most milyen menüsort fog felsorolni, amit a miniszter úr majd röhögés nélkül kibérel, és akkor nekem azt kell mondani utána, szóval maga nem azt akarja mondani, egy Ted nevű férfivel, aki a büfében tejfölös uborkámat árulja, de túrólítól kezdve már minden. Ami eszébe jut éppen. Ami eszébe jut. Azért meghökkentő. Ez nagyon-nagyon nehéz komolyan kibírni, és nekem ezt meg kell ismételni, és akkor itt már megengedem azt, hogy a közönség már annyira velünk van, hogy azt mondom neki, hogy úristen, na jó van, köszönöm, Gyorgya, szóval nekem akkor ezt most meg kell ismételni, ugye? Na és akkor itt aztán fölborul a közönség. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, és még nem mutattam be a mai vendégemet, habár szerintem a hangodból és a sztoriból már mindenki tudja, meg abból, hogy vidám színpad, szóval velem szemben a stúdióban Böröndi Tamás, a Vidám színpad igazgatója, minden mellé színész, köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Én is örülök, hogy itt lehetek. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Tamással. 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Vidám színpad igazgatója, mindemellé színész, Böröndi Tamás. Nagyon sok mindenről beszéltünk már az elmúlt közel 10 percben, negyed órában. Többek között tejfölös, tökösmákos, paprikás, uborkás, nem igen, tudom milyen igen. ételeket szokott a Straub Dezső sorolni a színpadon, amit neked meg kell ismételni. És komolynak kell maradnom. Kellene komolynak maradni, de néha elengeded ezt a sztorit, mert néha olyan gasztronómiai
csúcs élményeket emleget a színpadon, amiket talán te sem tudsz megismételni. Meg egyébként, ha belegondol az ember, akkor így látja a lelki szemei előtt azokat az ételeket, talán nem is biztos, hogy kívánja. De mindegy, beszéltünk arról, hogy eltelt 4 hónap, 5 hónap, mióta legutóbb játszottatok és készültök, nem sokára lesz majd előadás, méghozzá a Városmajorban. Egy régi Kundi darabot fogtok játszani, ha minden igaz, nem? Igen, igen, Apa csak egy van az a címe. Márton Andis rendezte, a Dezsővel vagyunk benne fiúk, akkor Sajgál Erika, a Götz Anna, a Kis Péter van benne, aki van két fiatal, és a Edina, Dömök Edina, úgyhogy egy hihetetlen jó darab. Beszélünk majd nagyon sokat erről a bizonyos Apa csak egy van című darabról, viszont előtte még vissza oda, hogyha az ember vígjátékot játszik, vagy bohózatot játszik, vagy kabarét játszik, akkor azért sokkal, gondolom én, mint amatőr, nehezebb feladata van, mert hogyha felmegy és egy harmadik Richárdot kell játszania, akkor már másfél órával előadás előtt, vagy talán sokkal korábban előadás előtt, ő már készül arra lelkileg, hogy nekem itt egyébként be kell mutatni a színpadon a nagy halált, idézőjelben. Hogyha vígjátékot játszik az ember, akkor azt hinni az ember, hogy ez egy habkönnyű műfaj, amikor odaállsz, elmondod, és akkor te magad is viccesnek találod, de gondolom, hogy nem, mert a közönség csak akkor tud nevetni, hogyha a színpadon olyan komoly vagy, mint hogy a harmadik Richárdot játszanál. Ez így van pontosan. Hát és azért mondtam az előbb, hogy tehát akkor fantasztikus egy vígjáték, amikor halálkomolyan játszod. Tehát amikor a legnagyobb őrültséget is olyan fokon tudod elhitetni a közönséggel, hogy abszolút jön veled ebben a témában, ebben a helyzetben, tudod. Igazából ugye, ha nagyon figyelünk arra, hogy régen az a vidám színpad, mint műfaj, eléggé elítélték a szakmában. Sok olyasmit engedtek meg akkor a múltban a Révai utcában, a vidám színpadon, ami ugye egy picit olyan lenézhető volt. Erre nagyon figyelünk most a Dezsővel 13 óta, hogy nem megyünk el ócska poénokért a világ végére, és nagyon fegyelmezetten játszok a vígjátékokat, és pontosan így van, ahogy mondod, főleg a próba folyamat. Tehát az, hogy vígjátékot játszani, ezt, hogy is mondjam neked, először is, ha valakinek nincs a vérében ez a játék, nincs ritmusérzéke, nincs meg az a tehetség benne, hogy mire, hogy reagál, milyen tempóban, hol tart szünetet. És állati fontos, hogy ugye itt a főpróbákon ugye a közönség nagyon fontos, hogy jelen legyen, mert a legvégén a közönség rendezi meg a darabot, hogy pontosan tudod, hogy hol kell például szünetet tartanod, mert ott hatalmas nevetés van, nem mehetsz tovább, mert nem fogják érteni, nem fogják hallani, hogy mi a történése tovább a darabnak. Tehát mindig a Dezső mondta nagyon helyesen, most nem is, nem tudom, hogy pontosan tudom-e idézni, de hogy Shakespeare szinten kell játszani a vígjátékokat. Tehát a Vidám színpadon nem Shakespeare darabokat kell játszani, hanem Shakespeare szinten kell vígjátékokat játszani. És nyilván van egy ilyen pont valahol a próba folyamatban, ahol a kedves színészeknek át kell kapcsolni valami kapcsolót az agyukban, mert amikor leültök, amikor kezdjük ott, hogy kitaláljátok, hogy melyik darabot szeretnénk, ami majd nagyon fognak nevetni 3-4 hónap múlva, amikor föltettük a színpadra és premiér lesz. Szóval, hogy amikor megkapják a kedves színészek, a szereplők a darabot, akkor gondolom, hogy az első 2-3 hétben, akár 2 hónapban még ők is nevetnek, amikor fölteszitek a színpadra. Amikor az van, hogy éppen tudja, hogy akkor most valaki bejön, most neki mondania kell valamit, az még számára is vicces. Viszont kell egy olyan pont a próba folyamatban, amikor ezt el tudja engedni, és komolyá tud válni a színpadon. Így van. Nagyon fontos a szereposztás. Tehát elég körül tekintően, most már mondhatom, hogy 65 kollega játszik nálunk. Mindig figyelek arra, hogy ne legyen egyik szerepkör se szerep megerőszakolva, tehát ha lehet, akkor az találja pofán azt a színészt, tudod? Tehát az, hogy ne kelljen neki küzdeni, most eljátszani olyasmit, ami nincs meg benne. Tehát ez az első, ami nagyon fontos. Amikor leülünk egy olvasópróbán, nagyon érdekes az, nyilván már hamarabb megkapja az ember a példát, és nem ott kell neki blattolni, nagyon fontos az, hogy már pontosan tudjuk egymásról, hogy már megvan az a hang, amit én fogok majd a 80. előadáson hallani, lehet, hogy nem mindenhol, de pontosan lehet érezni, hogy aha, igen, ez talált, süllyed, és majd milyen jó lesz, hogyha megtanulja, és már ővé a szerep. Tehát ez az első etap, ami az olvasó próbál. Nyilvánvaló, hogy amikor elkezdünk próbálni, és akkor bejönnek a különböző bútorok, kellékek, jelmezek, akkor ezek a dolgok úgy elúsznak, hogy őrlet. Azt se tudjuk, hogy húzzuk ezeket a dolgokat vissza, hogy ami eleinte megvolt, és nagyon jó éreztünk, hogy mi magunk is jókat nevettünk a próba folyamán, ezek a dolgok, amikor így kezd gyönyörűen összeállni, és kezd felöltözni a darab,
akkor ezek úgy az elég szépen el tudnak csúszni, és akkor nagyon-nagyon össze kell magának kapni az embernek, hogy akkor ezek a dolgok gyönyörűen visszajöjjenek. Igen, mert az már gondolom, hogy egy következő folyamata a színpadra állításnak, amikor megjelennek a különböző jelmezek, meg díszletek, amikor csak egy szék van letéve, és akkor már helyzetbe lehet hozni. Jöhet a helyzet komikum, mert az, hogy ketten játszanak egymással, és elmondják a vicceket, az még úgy persze jó, és tud nagyon nevetős lenni, de még száraz. Mert amikor van már valami bútordarab, amire egyébként még nem tudom, leül, vagy átesik rajta, vagy fejen vágja vele, akkor az már megint egy másik színezetet ad annak a mondatnak. Rengeteg, főleg ebben a darabban nagyon-nagyon sok ilyen van. Tehát én többször el kell játszanom azt, hogy halott vagyok, és ráadásul amikor próbáltunk, akkor nekem volt egy ilyen derékfájás, amely kisugárzott a térdem, mert nem tudtam mozdulatlanul feküdni, pedig ugye azt mondták, hogy ez meghalt. Tehát lehetetlen volt az, hogy mozogja. Tehát minden olyan praktikát ki kellett találják, hogy tudom a lepedőt úgy megelni, hogy alatta ne lehessen látni, hogy a lábam úgy mozog, hogy az őrlet, és akkor egy kanapéra feküdtem, miközben a földön kellett volna feküdni, de van olyan, hogy álló helyzetben letakarom magamat, mint egy szobor, ami a avatás előtt még le van takarva, tel is tele van ilyenekkel, és akkor bizony ezek olyan dolgok, hogy amikor állati érdekes, most így kérdezted ezeket, így végig gondolni, hogy amikor az ember, azért ez már valahol az egy picit rutin is, hogy amikor ezeken úgy tudsz átröpülni, amire tudom, hogy mit tudom én 15-20-30 évvel ezelőtt azért ezt ugyanígy nem tettem volna meg, tudod? Állati érdekes. Mert akkor még gondolkodtál volna rajta, hogy mi az, amit ki tudok még hozni belőle, és az elmúlt 15-20 évben meg annyi rutin, annyi szakmai tapasztalat ragadt rád, hogy észre sem veszed, és már pontosan tudod, hogy ott abban a jelenetben azt a bizonyos lepedőt fogod használni, ami egyébként két jelenettel korábban még a másik oldalon volt. Hát igen. Hát úgy mondom neked, igazából most a Dezsővel úgy vagyunk, hogy 20 nem tudom hány év volt a Révai utcában, utána itt utaztunk jobbra-balra, eltelt annyi idő. Tehát én azt hiszem, hogy mondhatom szerintelenség nélkül, hogy ezt a szakmát, ezt a műfajt, én úgy gondolom, hogy ezt mi elég jól csináljuk. Tehát látunk különböző helyeken nagyon jó vígjátékokat, minden, de azért érdekes, hogy jönnek a visszajelzések, hogy azért itt valami nagyon másképp játsszuk a bizonyos vígjátékokat. Lehet, hogy pont az, hogy hihetetlen komolyan csináljuk ezt a dolgot, tudod, és nem engedjük el a gyeplőt. Hát abban az esetben, hogyha nincs valami nagyon kulináris, gasztronómiai élmény az országából a bizonyos előadásokban, igen. Mert akkor nem biztos, hogy... Gyuró Rudi meg ilyenek. Ez a mai slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is. Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója, színész, jövünk is hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Vidám Színpad igazgatója, Böröndi Tamás, színész is persze, nem sokára lesz előadásotok, méghozzá a Városmajorban, nem a saját kis játszóhelyeteken, a színházatokban, amit egyébként az elmúlt 2-3 hónap alatt kicsit át is alakítottatok, vagy legalábbis megmásítottátok a kinézetét. Lekerült a mozivászon, azt mondtad, és állítólag te szeretsz barkácsolni, tehát hogy bementél, amíg nem volt előadás, és oda mentél, nem tudom, egy késsel vagy egy cikével, és levagdostad. Ugye, majdnem így volt. Tehát én ebben a dologban abszolút nem vagyok normális, tehát emlékszem rá, hogy amikor még elkezdtük itt csinálni a színházat, akkor tehát hogy mi hol van, azt hiszem, hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen, aki tudom, talán most már nem. De tudom, hogy előadás előtt egy szál gatyába kúsztam be a színpadra, mert valakinek eltűnt valami kellék, és akkor Dezső szépen a telefonjával lefotózta, igazgató alsó gatyába kúszik a színpad alatt, meg keresi az ernyőjét, ha nem tudom, hogy kérlek, hogy nem lehet megtalálni. Hát úgy gondolom, hogy most, amit egy moziból ki lehet hozni, egy mozi teremből, ahol ügyesen ki lett alakítva a férfi öltöző, női öltöző, a ruhatár rész, a jelmeztárolás. Most lett egy olyan végleges átalakítás, hogy ennél tovább már nem tudunk bővülni, csak akkor, ha hozzáépítünk valamit még a színházterem, vagy a moziteremnek az oldalához. Igen, ez volt egyébként az országban az első, egyik legnagyobb vászon, nem is tudom hányné, 12x8 méter, nem, de borzasztó nagy. Ennek a lebontása mögötte ugye hangfalak, hangszigetelés, kábelek, minden, és nagyon jó műszaki vezető van Akkel László személyében, aki zseniális, és mindenhez ért, és nagyon, nagyon gyönyörű munkát végzett ahhoz, hogy a díszleteket, amiket nehezen tudunk tárolni,
olyan helyeken, ahol szabályos, mert az, hogy a menekülő folyosón nem helyezhetsz el mindent, tehát sok mindennek meg kell felelni. Most az lett a szerencsés helyzet, hogy a műszaknak egyenes a színpadról kell a színpadra behúzni a díszletet, így tudtuk nagyon klasszul megoldani, és én magam is tevékenyen részt vettem ebben az átalakításban. Veszünk el kicsit a műfaj vagy a műfajok sajátosságaiban. Évek, évtizedek óta benne vagy ebben, bohózatokat, vígjátékokat is játszol, vagy elsősorban ezt, persze mást is játszottál annak idején, meg tanítasz, vagy tanítottál. Igen. Is. Más is művelte annak idején, ugye Hofi volt ennek a legnagyobb tudója, hogy akkor fölmegy az ember a színpadra, és egyedül is lehet vicceseket csinálni. És az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben azért elég rendesen felütötte a fejét egy új, mondjuk úgy, hogy új műfaj, talán a stand-up comedy. Igen. Igen. Az, amit ti csináltok, a színház, de mégis nevettetős, amit ők csinálnak, az kicsit színház, kicsit előadó művészet, és mégis nevettetős. Tudunk közelíteni, vagy bármilyen hasonlóságot vonni egyébként a stand-up műfaja és a különböző bohózatok és vígjátékok között, vagy csupán annyi, hogy mind a kettő nevettetésre és kikapcsolódásra szolgál? Hát nem gondolnám, hogy lehet párhuzamot vonni. Igen, a Hofi hihetetlen tudója volt ennek. Nem tudom. Én is szeretem a stand-up műfajt, de annyira, sokszor annyira szabad szájú, hogy az már nekem egy kicsit sok. Most nem tudom, hogy ez a korra jár, vagy mivel, nem tudom. Az emberek nevetnek sok mindenen. Nem gondolnám, hogy az színház. Tehát ott van egy bizonyos helyzet, egy valaki kiáll és elmond történeteket, ami igaz, nem igaz, ami megtörtént vele. Itt meg azért kemény szabályok szerint működik a színház és a vígjáték. Viszont, hogyha belegondolok, hogyha van, nem tudom, egy kétoldalas monológ egy akármilyen bohózatban, amit vagy neked, vagy a Dezsőnek, vagy bárki másnak el kell mondani, és egyébként a partner csak ül és hallgatja, az is lehet egy stand-up, méghozzá egy bohózatba ágyalt stand-up, amit ott neki végre kell hajtania. Csak ugye akkor nem az van, hogy saját magának találja ki a szöveget, hanem hogy betanulja és úgy mondja el. Igen, meg helyzetben mondja, tudod? Tehát az, hogy mondjam neked, amikor én ugye 8-ig végeztem a főiskolát, 84-ig voltam a Debreceni Csokonai Színháznak a tagja, amikor följöttem az utolsó pillanatban, ugye a Vidám színpadra, még belekeveredtem abba a szerencsés helyzetbe, hogy nagyon sokat jártam haknizni. Tehát az, hogy nekem, hál' Istennek volt műsorom, volt ének, volt prózám, ilyen cigányparódiák, meg mindenféle jópofa viccek vagy valami, ami már nagyon hasonlított a stand-uphoz, hogy egymagad ki tudsz állni lehet, hogy az étteremnek a kis dobogójára, és ott szórakoztod az embereket. Ez már majdnem az, ugye ez volt a Agni, ez nagyon hasznos volt, állati sokat megtanultam, sose felejtem egyszer, drága Törőcsik Mari, együtt voltunk valószínűleg, vagy lottósorsás, nem tudom én, és akkor ő végignézte ezt a Vidám műsort, és akkor mondta, hogy Tomikán, ezt én a büdös életben nem tudnám megcsinálni, azt, hogy tőlem egy méterre ül, vagy áll valaki az étterem, vagy a kocsma, vagy nem tudom, bárhol, egy ilyen lottósorsolási műsoron, és akkor így föllépni. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit hál' Istennek belecsöppentem, megtanultam. Nem gondolnám, hogy azért nem nagyon lehet zavarozni, ki tudok állni, és tudok időt csinálni, beszélni, ebben mondjuk a Dezső nagyobb mester, de hát azért ez egy teljesen más műfaj. Teljesen más. Hogyha azt vesszük, hogy vidám színpad és előadások, bohózatok, vígjátékok, azért az mégiscsak egy társas műfaj. Tehát, hogy ott, hogyha bárkinek hirtelen, nem tudom, blackoutja van, nem jut eszébe, akkor a másik tud segíteni. Itt is most az a különbség, hogy azáltal, hogyha az ember éli azt a bizonyos helyzet, amiben benne vagy, és pontosan tudod, hogy mi köré rakódott a darabnak a játszása, akkor vagy jó, hogyha ebben benne tudsz maradni. Tehát nem kezdesz el privát módon beszélni bármiről, mint amit a stand-upnál esetleg meg lehet engedni, és mond bármit is. Itt azért az nem jó, hogyha ebből a darabból, ebből a millióból, ebből a feelingből te kilépsz, és elkezdesz valami olyan módon segíteni. Tehát ez is megvan. Sose felejtem el, nem is tudom, úristen, nem tudom a darabnak a címét, verses darab volt, képzeld el. És ott volt egy ilyen rövid zárlat, és kellett segítenem, és azáltal nekem is volt, és olyan érdekes, hogy képzeld azt el, hogy elkezdtem rímbe segíteni és beszélni, ami bele se volt írva a darabba. Bó. Ez utólag, figyelj, mondom, mi volt, próbáltam visszahozni, mi volt, és abban a ritmusban, abban a verses műfajban mondtam tovább a saját, még meg nem találtam a szövegemet, képzeld el.
de szép ez. Igen, és ilyenkor az ember, mikor lejön a színpadról, nyilván már nem is emlékszik rá, hogy mi történt, pedig ott valahogy annyira túl van stresszelve, annyira nagy az adrenalin, hogy akkor muszáj megoldani valahogy azt a bizonyos helyzetet. Igen, ez egy érdekes lebegős állapot, ahogy mondod, igen, teljesen jókat mondod, és jól gondolod az egészet, hogy igen, azt nem is tudod, hogy mi hogy történik, és akkor túl vagy rajta, hál' Istennek. És arról beszéltünk, hogy nyilván, hogyha az ember 5 hónapig nem játszik, akkor kicsit nagyobb a druk, mielőtt fölmegy a színpadra, meg persze estéről estére van druk. Amikor vége az előadásnak, amikor felment a függöny, vagy lement a függöny, és már mindenki kint áll a függöny előtt kézenfogva, és meghajlás van, akkor meddig van még druk? Akkor meddig van benne az ember? Ebben a bizonyos helyzetben vagyok, már elengedheti, akkor már lehet nevetni, és akkor már lehet integetni a közönség egyes tagjainak? Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert egy hihetetlen csoda dologról számolhatok be, hogy hát majdnem mondhatom, hogy az első pillanattal, amióta itt játszunk, és úgy bement a köztudatba, hogy Vidám Színpad újra létezik, és van, és ott van Óbudán az Eurocenterben. Tehát valami olyan szeretet vesz minket körül a nézők részéről, hogy képzeld azt el, hogy olyan feelingem van az előadás végének, mint amikor a főiskolai vizsgáladásnak befejeződött, vagy vége lett, tudod? Tehát az, hogy tapsolnak, de dobognak, fütyülnek, integetnek, és akkor, amikor mi is integetünk, figyelj, puszikat dobnak, szíveket mutogatnak, tehát valami olyan hihetetlen családi hangulat van, és azt tudom neked mondani, hogy nincs olyan előadás, amin ez ne történne meg. És lehet visszaintegetni ezek szerint. Abszolút. Tehát az már úgyis van a tapsát megcsinálva, hogy amikor a legvégén is már megy össze a függöny, akkor már puszit dobálunk, integetünk, de nagyon szeretik. Ami még van nálunk egy ilyen kis kedves dolog, hogy volt egy barátomnak a házassági évfordulója volt, és mondta, hogy ünnep, mondtam, figyelj, úgy, hogy előadás végén fölhívlak, hozod a virágot, a gyűrűt, valamit, és újra megkezd a kezét. Na, de ennek akkora siker lett, képzeld el, hogy azóta minden ilyen születés, névnap, valamit, és ott vannak, van, aki Debrecenből jött, és mondtuk, hogy névnapja a születés, akkor megköszöntöttük egy pezsgővel, fölhívtuk magunk közül, ő is meghajolt. Na most azóta ezt nem is tudjuk elengedni, mert folyamatosan az a belolás, és valami kedves nézőnek valami ünnepi napja, vagy valami, akkor azokat természetesen megköszöntjük. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is. Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója, színész, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója, mindemellé színész. Nagyon sok mindenről beszéltünk már, többek között kicsit kitekintettünk a stand-upra, aztán visszatértünk a Vidám Színpad deszkáira, a színpadára, és beszéltünk különböző gasztronómiai élményekről, amiket a Stanup Dezső szokott emlegetni a színpadon, meg arról, hogy igen, előadás után van, úgyhogy köszönteni kell a nézők között a névnaposokat vagy a születésnaposokat, és akkor itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy Apa csak egy van, ez az előadás, amit láthat majd tőletek a kedves közönség. 22-én mondjuk úgy, hogy debütáltok vele? Nem, mert már volt, de most a sok-sok hónap után ezzel jöttök vissza. Így van, tehát ez majdnem olyan, mint egy premier szerintem. Annál is inkább, mert ugye szabadtér, közel ilyen 600-800 ember fér be, jól tudom, a Városmai Szabadtéri Színpadra, hogyha már előző nap elkezdünk próbálni, mert muszáj, tehát itt annyi olyan játék van, dolog van, képzeld azt el, hogy amikor a színpadon van 3 telefon, egyiket eldugod, a másik a vonalas telefon, melyiket mikor dugod el, hova rakod el, volt olyan, képzeld el, hogy előadás, hogy rossz zsebbe tettem be, érted? És fogtam, és kivittem. De annak a telefonnak, a Dezsőnek a kezébe kell lenni, mert ő veszi fel, és onnan jön a félreértés, hogy te miért vetted fel a telefon. Na most onnantól kezdve azt meg kitalálni azt, hogy én már elrohantam a francomet, mint taxisofőr, hogy a fenébe juttatom vissza neki a telefont, hogy ott, mert 2 perc volt, csörög a telefon, és neki föl kell venni, úgyhogy szépen egy óvatlan pillanatban néztem, és ilyen párnával becsomogva bedobtam a lépcső, de ő már tudta, látta azt, hogy várjuk. Hát hihetetlen jó dal, a Márton Andi is rendezte, állati jó volt, mint kollega, és én, mint főiskolásként még a Madách Színházban játszottam vele, nem egy, nem 2 darabban. Miről szól maga a darab? Mi az, hogy Apa csak egy van? Állati, nehéz az, hogy ne áruljam el a dolgot. Van egy pasi, hát mindegy, és 2 felesége van. Ajaj.
És, ami a feleségek a dolog, nyilván nem tudnak egymásról. Nem tudnak egymásról, igen, és ami a csodálatos dolog, hogy van egy fia meg egy lánya, és ez a két gyerek, ez interneten összeismerkedik, egész véletlenül. Ügyes állasztod a kezembe. Őrület, és akkor mindegyik tetszik a másnak, a darab úgy kezdődik, és az az érdekes, hogy ilyen olyan színpad van, hogy mindegyik lakásnak a nappali az közös. Tehát úgy játszunk, még erre is figyelni tudod, hogy te most oda nem nézhetsz, mert te nem ott vagy, hanem te most Wimbledonban vagy, és nem Stettenbe. Tehát állati fontos az, hogy a két gyerek elmondja, hogy úristen, szeretem a másikat, és amikor nekem kimondja a lányom azt, hogy ez a fiú, most onnantól kezdve te hogy gátolod azt meg, hogy a testvérébe ne legyen szerelmes, ja, és találkozni akar vele. Na most innentől kezdve a hazugságok, az őrületeknek a sokasága beindul az, hogy ez a két gyerek nehogy összejön, nehogy találkozzon, és a darab erről szól, hihetetlen, az első perctől kezdve hullámvasult a darab. Kiválasztotta a darabot, vagy hogy történik alapvetően nálatok a darabválasztás? Te, mint a Vidám Színpad igazgatója, ülsz a kis elefántcsonttornyodban az irodádban, és nézeged, hogy mi az. Nincsen torony, szóval... nincs egy gödör van inkább, nem tudom, vicc. Nem, hogy mondjam neked, ezekben régen a Vidám Színpadban játszottunk Rékonikat, volt a délután legjobb, a Család ellen nincs orvosság, meg a Dölalé, tehát ez a négy Rékoni darabunk van, és mindig nézzük azt, hogy Rékoninak milyen új darabja van, amit még nem játszottak mások, vagy ha játszottak csak régen, mert azért ez a pali, ez zseniálisan ír. Tény és való, hogy például volt olyan darab, hogy annyira egyformák a nevek meg a történésekben, és mindig az ajtó, hogy ki jön be, ki, mikor csukódik be, hogy mert annyi, ezek a sémák egyformák, tehát pont még annak Gábor Janival még játszottunk ezekbe a darabokban, azt mondjuk, hogy figyelj, észre nem venni a közönség, hogy elkezdenénk a másik darabot játszani. Érted? Senki nem venné észre, mert nagyon sokszor, és ez is őrület, amikor már négy ilyen darabot játszol, hogy múltkor majdnem azt mondtam a Dezsőnek, hogy Dezső. A nevét mondtam majdnem, mert nem jutott eszembe, mert tudtam azt, hogy abba a darabba Klun, izének hívják itt, úgy hívják, amúgy, ne, úristen, nem, és majdnem, nem mondtam ki, hál' Istennek, de teljes zállat. Fogalomzavar, akkor inkább mondom azt, hogy Dezső, mert az a biztos. Hát én, az, hál' Istennek, ezt nem mondtam ki, de tény is való, hogy az van, Dezső hihetetlen jó érzékkel nyúl a darabokhoz, nagyon sok darabot ő rendezett, amikor mind a ketten elolvassuk a darabot, és ebből úgy gondolom, hogy látjuk a lehetőséget benne, és akkor azt be is mutatjuk. Amikor kiválasztottok egy darabot, vagy a Dezső kiválaszt egy darabot, vagy te kiválasztasz egy darabot, és végigmentek rajta, és mondjuk otthon ülsz egy, nem tudom, laza vasárnap este, amikor nincs éppen előadás, és olvasod, akkor már pontosan tudod, hogy egyébként az adott szerepet ki fogja játszani, tehát hogy a film már fut a fejedben. Persze. Közben, amíg olvasod? Abszolút, muszáj. Muszáj, hogy megtaláld utána, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok fiatal van nálunk. Azért ez a műfaj, régen a közönség is ilyen, főleg ilyen 50-60 pluszos hölgyek jártak a színházban, nagyon-nagyon kevés fiatal volt. Tehát mondjuk a Bodrogi Gyuszi igazgatósága alatt, ugye a Straub Dezs, a Nyertes Zsuzsi, meg én voltam a három fiatal. Tehát ez egy a nyugdíjas színház volt régen a Vidám Színpad, és akkor kezdtek el olyan darabot játszani, mint a Van, aki forrón szereti, Szeretem a feleségem, Őrült nő ketrece. Tehát nálunk most nagyon-nagyon sok fiatal van, ezáltal a közönség is nagyon megfiatalodott. Tehát muszáj kattogni, és ami fontos, hogy nagyon sokat járunk színházba. Ez egy következő kérdés lett volna, hogyha vesszük ezt a bizonyos műfajt is, és ezt a bizonyos színházat, ugye, amit most áttettetek egy másik helyre, azért ennek a műfajnak megvannak a sajátosságai, és megvannak azok az arcok, akik nyilván eszünkbe jutnak, azok a nevek, akik eszünkbe jutnak, hogy meghalljuk azt, hogy Vidám Színpad. A játékosok, a színészek, akik fölmennek a színpadra, ők tudnak fiatalodni? Vannak olyan kaliberű tehetségek, mint amik ti is voltatok annak idején, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, és ti még mindig ott vagytok, csak nyilván kellenek fiatalok. Ez mert fontos. A darabok is megkívánják, hogy legyenek belőlük fiatalok. Abszolút, nagyon fontos. Nagyon, nagyon keresünk, és úgy gondolom, hogy itt a Kis Péter meg a Döbök Edina nagyon-nagyon reményt keltő ebben a műfajban. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, keressük. Nem mindig sikerül megtalálni pont azt a szereplőt, akinek úgy való, és akkor van, ő is érzi, akkor van olyan, hogy kicseréltük, lekettőztük, mert nem esett jó, meg nem volt olyan jó. De most már azért úgy gondolom, hogy pont, hogy mesélted, hogy az ember vasárnap ott ülök, kattogok, olvasom, és már pontosan lehet tudni, hogy kire való, kinek való az a szerep. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy jól legyen kiosztva a szereposztás. Tudod? És pont most nézem azt, hogy nagyon sokan, hál' Istennek, azért most már
mit, nincs olyan hónap, hogy ne hívjon fel kollega, hogy hallja, hogy milyen jó hangulat nálunk, és hogy vagyunk, és hogy menjek el, nézek meg előadást. És ezáltal tényleg mondhatom, hogy most már ilyen 20-30 éves fiatal lányok és fiúk vannak és játszanak, és nagyon-nagyon keressük az utánpótlást, aki át tudja venni tőlünk. Hát most már azért 60 fölött már nem minden szerepet tudunk eljátszani a Dezsővel. Kivéve a gasztronómiával kapcsolatos szerepeket, azokat viszont nagyon. Igen. 22-én tehát előadás, abba csak egy van. Mivel készültök még, mi az, amit láttok még? Nagyon sok szabadtéri előadásunk lett volna. Az az őrület, tudod, hogy most ez a nyár lett volna az, amikor mi nem ajánlkoztunk, hanem rengeteg helyről kerestek minket. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban megy vissza a Vidám Színpad a köztudatba. Na most emiatt a vírus miatt sajnos a júniusi szabadtéri előadások mind elmaradtak. Békés Csabán, Szarvason, Gyöngyös lett volna. Most ami hál' Istennek, ami még megvan, és szintén apa csak egy van, az Eger, az pedig július 31-e a Líceum udvarában, ott fogjuk játszani ugye ezt a darabot, tehát 22-e Városmajor, 30-e Eger. És az évadra készültök már egyébként, vagy most még csak arra készültök, hogy akkor a nyáron lesznek előadások, egy-kettő itt-ott, vagy te, mint a Vidám Színpad igazgatója, már pontosan tudod, hogy szeptemberben, hogyha a helyzet úgy alakul, akkor mi az, ami lesz, mi az, ami várható? De jó, hogy kérdezed. Hát igen, most az van, hogy jóval hamarabb kezdjük az évadot, mint eddig. Már általában szeptember végén mindig van a színházak éjszakája, a pozsonyi piknik, és október elején szoktunk kezdeni. Most szeptember harmadik hétvégén kezdünk, 18-19-én megpróbáljuk pótolni az elmaradt előadásokat. És képzeld azt el, hogy egy új darabnak a bemutatója előtt voltunk egy héttel, mikor jött a vírus. És ez egy ráadásul kortárs szerző, Ivádi Gábornak a darabja, egy olyasmi, mint a mi kis falunk, egy ilyen őrlet, szömörce, a fantázia neve a falunak, ahova becsapott a villám, Zömörc az eszement falu, ez a cím a darabnak, Tóth Roland a főszereplője, aki a polgármestert játsza, őrületesen jó a darab, képzeld azt el, hogy ez is, mikor már majdnem bemutatjuk, megáll 5 hónapra, úgyhogy ezt most újra próbáljuk, és október végén lesz a bemutatója, és hát szerettünk volna még tavaly, vagyis hát az évad végén még egy bemutatót csinálni, úgyhogy most nagyon össze kell rakjuk azt, hogy 3 vagy 4 bemutatót csinálunk, és ami nagyon fontos, amit azért el kell mondjak, hogy olyan sikeres és jó volt az Andissal a munka, hogy arra gondoltunk a Dezsővel, hogy a év végén a furcsa párt megcsinálnánk ketten. Úgy gondolom, hogy mind a ketten benne vagyunk most már. Már neked megy a vén, vetíted, már itt nevetsz mi. Én már látom tehát, azt, hogy ti mit csináltok a színpadon. Tehát úgy gondolom, hogy ez nincs senki semmi megerőszakolva, de ez való nekünk, és akkor talán mondhatjuk azt, hogy itt nem azt mondom, hogy abba hagyjuk a pályát, de úgy gondolom, hogy egy szép korona mindkettőknek a pályáján, hogyha ezt a darabot el tudjuk játszani, Mátor Andisnak a rendezésében. Hál' Istennek a jogot megkaptuk. Nagyon sokan hívtak, mert többen akarták játszani, hogy jaj, de kár, hogy nektek adtátok, és nem mi játszhatjuk. Úgyhogy mi nálunk van a jog, és ha minden igaz, akkor ezt decemberben fogjuk mutatni. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot. Én is nagyon szépen köszönöm. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en Bőröndi Tamással, a Vidám Színpad igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak az elmúlt egy órában. Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszont látásra.